Nem csak Budapesten vannak programok a hétvégén, hanem szerte az országban. Az ősz 2018 stábja járja az országot. Tóalmásra is megérkeztek, és ott megnézik, hogy milyen egy hagyományos lakodalom. Ott van Boldizsár Kata. Jó napot kívánok, szervusz! Igen, igyekszünk megmutatni és ezzel együtt megőrizni a hagyományokat. Hát egy kis ízelítő, ha csak így képileg is, de már itt van a finom házi bor a boros karafban, és hát már lázasan készülődnek a délutáni óriás lagzira, pont úgy, mint egy igazi, hagyományos falusi lagziban. Én már második alkalommal, miért volt ez fontos, hogy Tóalmás megmutassa, hogy milyen is egy igazi, hagyományos falusi lagzi? Hát azért volt nagyon fontos első körben, mert gyermekeinknek, unokáinknak, dédunoknak, szeretnénk visszalopni azt a hangulatot, ahogyan a múltban az akkori házasulandók házasságot kötöttek, hiszen ők nem ismerik, ők azt tudják, hogy étteremben van a házasságkötés. Tehát mi úgy gondoltuk, hogy most, amikor a második tóalmási hagyományőrző lakodalmat megszervezzük, igen, akkor a már a falu múzeumnál, amit, ahol jelenleg állunk, amit elmúlt évben vásároltunk meg, már egy olyan program lesz, ahol átélhetik a régi hagyományokat a gyermekeink, fiataljaink, úgyhogy a mai lakodalom az óvodáskorúakkal kezdődik, és látni fogják őket beöltözve. Na, én közben lerakom ide ezt a boros karafot, és ugye itt már terítenek lázasan a sátorban, mert hogy ez egy igazi sátras lagzi lesz, és ezt úgy képzeljük el, hogy hagyományos vőfélyel, igazi lánykéréssel, és hogy fog kinézni tulajdonképpen a program? Adjunk egy kis ízelítőt belőle. Délután 2 órakor indulunk a művelődési háztól. Természetesen a régi lakodalmakkor elment a vőlegény, és a vőfélyel együtt is kikérték a mennyasszony. Igen, a lányos tehát ez háznál. A művelődési háznál fog megtörténni, majd pedig egy menet kíséretében valódi zenekarral, zeneszóval, mint régen, a régi zeneszámokkal fogunk átvonulni a falumúzeumhoz, a sátras lakodalom helyszínéhez, és akkor itt a régi lakodalmakból minden egyes szokást be fogunk mutatni. Itt már ugye az egyik legfontosabb szokás, ahogy látom, hogy itt azért a falu nagyja már elkezd főzni, és olyan igazi házias ízeket, ez így egy ilyen igazi házi tyúkhúsleves itteni. Itteni, minden itteni. Igen, a tyúkokat is a lakosság hozta el, és ők ajánlották fel, és így készül a házi tyúklevesünk. Mi lesz a menü egyébként? Hát a menünk az a házi tyúkos levessel készül, ezt követi a finom főtt hús, tormával, ez régen is szokás volt, majd pedig sertéspörkölt lesz tarhonyával, és nagyon finom sütemények, amit szintén nem kellett megvásárolnunk, hiszen maguk a lakosok sütötték meg otthon, nagyon szorgalmasan, és hozták el a lakodalom helyszínére. Pont úgy, ahogy mint azt régen szokták. Igen, pontosan igen, a hagyományok igen. Szerint. Hát itt már azért lázasan megy a készülődés, és hát én megígérem mindenkinek, hogy meg fogjuk mutatni a részleteket, hiszen az ősz 2018 egész délután, egész nap itt lesz, és a részletek jönnek tehát ma délután, és este 22:30-tól 20 percben. Hagyományőrző falusi lakodalmat tartottak Tóalmáson. A falu múzeum udvarán a nap folyamán bemutatták a régi falusi lakodalmak szokásait, este pedig finom vacsorával várják a vendégeket. A rendezvény teljes bevételét a helyi néptánc együttes működésére, ruhák vásárlására ajánlja fel a község önkormányzata. A tóalmási lakodalmon az ősz 2018 tudósítója Boldizsár Kata is részt vett. Elsőben is édesi anyám, szóm hozzád fordítom. Búcsúzó beszédem zokogva indítom. Köszönettel veszem édesanyjé voltadat, hogy fölneveltél engem, mint kedves leányodat és kedves fiadat. Lága jó idajkám, köszönöm, hogy fölneveltél, köszönöm, hogy neveltél. Isten veletek, kedves édesanyáink, főleg én is, és a mennyasszony édesanyja is. Egy igazi falusi lakodalomnak ad otthon Tóalmás idén már második alkalommal, és hát a lánykérés után mi beálltunk bizony a menetbe, mert hogy ilyenkor elkezdünk sétálni, és majd megérkezünk az igazi mulatság helyszínére. Na de hát a legnagyobb szakavatottal beszélgetek egy kicsit itt erről, és a hagyományos lagzikról. Hát Dezső, az a helyzet, hogy nagyon szép beszédet mondott a lánykérésnél, és hát úgy látom, hogy szép számmal összegyűlt Tóalmás, és szeretnének részt venni ebbe a hagyományos lagzikba, de hogyan is néz ki, és miért fontos ezeket a hagyományokat feleleveníteni ismét, és tartani ezeket a hagyományokat? Igen, köszönöm a kérdést.
és valahogy ilyen hagyományos lakodalomban úgy mondom, hogy nem igaz, hogy a mennyasszony meg a vőlegény. Őszinte vagyok, most vagyok először. Egy picit feszélyezve és egy kicsit zavarva is éreztem magamot, tehát az emberek föl kell találni magát. Fölkértek engem ezelőtt vagy jó 3 héttel, és el kellett jönnöm, hogy így mondjam ilyen bemutatóra. Majdnem úgy is mondhatnám, hogy a polgármester azt, vagy nem, hogy úgy is mondta, de úgy is mondom, szólt egy vizsgáztatot, hogy ezekre meg mit mondok, meg azokra mit mondott, és hát elnyertem a tesztet, és akkor megbeszéltük, hogy eljövök. Nagyon maga megtetszett már maga a tolmás és a helység, és hát ez azért nagyon jó ez a hagyományos lakodalom, hogy legalábbis egy picit bemutassuk azt, hogy tényleg régen hogy volt. Ha már a hagyományoknál tartunk, akkor szerintem kezdjük mindjárt egy pár mondatban a legelejéről, hogy mikor kezdte Dezső ezt a vőfékedést. Most, hogy ezt a kérdést kapom, a hátamon valami, hogy végig szalad, ami nem most volt. Pontosan átomot mondok, 1967. május 1. szombatja valahogy. Hogy emlékszik rá? Az, hogy most hanyadika volt, 6. vagy 8. Ez úgy volt, hogy én egy picit magamról lehet. Én hajdúbiari vagy születésű vagyok, tiszapolgár. Ez a Debrecen és Miskolc között van. Ott arra az volt a szokás, aki nősült, vagy férhez ment, mennyasszony, vagy vőlegény, az első rokont, az első unokatestvér fölkérte. Nekem ez így indult, az unokabátyám fölkért, és oda-haza még akkor nagyon fiatal voltam, 18 éves, és hát akkor volt, hogy 5-6 lakodalom oda-haza hátam mögött. Mert a sors úgy hozta, hogy a kedves jelenlegi feleségembe, ami 1971 óta vagyunk együtt, ide udvaroltam, feleségül vettem, és én Kartalra költöztem. Hát akkor nincs is olyan messze Tóalmástól, tehát szinte mondhatni azt, hogy a szomszédból átugrott itt levezényelni egy lakzi. Na nézzük ezeket a hagyományos falusi lakodalmakat. Itt azért végigvonul ugye a násznév, és aztán tulajdonképpen hogy folytatódik tovább? Mik azok a fix részek, amikor a vőfénynek igenis ott kell lenni, és mire kell ügyelnie? Mert azért a vőfény az egy nagyon komoly eleme egy ilyen lakzinak, hiszen minden pontról pontra kézben kell tartania. Igen. Szó szerint az irányítója, hogy levezényelni, és úgy, hogy mindenkinek szinte jó legyen. Szóval próbál úgy csinálni, hogy mindenki elfogadja, mert nem én vagyok. Nem a vendégek vannak értem, én vagyok a vendégeké. Tehát, hogy így fogalmazzak, hogy hangulatmester. Hangulatmester. Ugye tetszett kérdezni, hogy most igazi hagyomást lakod, ami most már eléggé ritkán van. Halunk még ez, ahogy végigvonulnak az úton. Most az igazi hagyományos, ugye az, hogy van mennyasszony kikérés. Akkor előre mondtam, volt régen, hogy a vőlegényes házhoz ment a vőlegény, vőfény. Ott elmondta a dolgait, elmentek a mennyasszony, így, mint hogy most itt csináltuk, ez a mennyasszony kikérés. Ez a mennyasszony. Nagyon sokan nem tudják, kikérés, elkérés. Mennyasszony kikérés és mennyasszony elkérés. Ez ugye, amikor megtörténik, akkor hát ha most ez igazi, tekintsük annak, hogy igazi lakodalom, akkor egy kis vendégfogadás, egy kis ütemények is akkor megkínálták, és úgy, hogy most indulunk el, csak most a Piro templomba mennénk. Én megmondom őszintén, hogy most, hogy így ismét belecsöppentem ebbe, és nem véletlenül mondom, hogy ismét, nekem gyerekkorom emlékeit hozza ez vissza, hiszen én nem egy, nem kettő ilyen falusi lakziban jártam, és nekem viszont a kezemen szaladgál a hideg. Azt hiszem, hogy én igazán szerencsésnek érezhetem magam, hogy én részese lehettem annak, hogy én már voltam ilyen lakziban, és azt gondolom, hogy Tolmásnak szándéka az, hogy ezt visszahozza a köztudatba, és megismertesse a fiatalokkal, hogy van ilyen lakzi. Igen, nagyon örülök a kérdésnek, még annak is, hogy ilyen fiatalod, és ezt mondani, hogy már volt része benne. Mert nagyon sokan most már úgy, hogy rendben van, indulunk egy kicsit anyagi oldalán is, hogy sokban van egy lakodalom, ha veszi, de azért, ha 50 fő, vagy 30 vagy 40 fő is, de az igazi az levezeti egy vőfény, úgy, hogy az kell, az nagyon szép, és én is azt szeretném hát még egy jó pár évig üzni ezt, hogy a hagyomány maradjon meg, hogy azért tudjuk azt, hogy magyarok vagyunk, és akkor, hogy igenis ez a hagyomány, mert hogy csak így, elsiklanak fölötté, és hát újabban már elmegy arra, hogy a ceremóniamester meg ilyenek. Szóval az igazi lakodalomban, az igazi vőfény van, aki felel mindené, nevezeti lakodalmat irányítsa. Igen. Dezső, nagyon-nagyon szépen köszönöm, engedem is, hogy végezze itt a kötelességét, a vőfény kötelességét, és aztán a nász népet itt irányba igazítani. És mi pedig folytatjuk tovább a menetet, és bizony mi is megyünk a nász néppel, és megmutatjuk majd azt a helyszínt, ahova érkezünk, ahol is egy igazi, hagyományos, falusi, sátras lakzit mutathatunk meg itt az ősz 2018-ban. A
Amint arról már beszámoltunk, hagyományőrző falusi lakodalmat tartottak Tóalmáson. A Falumúzeum udvarán a nap folyamán bemutatták a régi falusi lakodalmak szokásait, este pedig finom vacsorával várják a vendégeket. A tóalmási lakodalomból az ősz 2018 tudósítója Boldizsár Kata jelentkezik ismét. Igazi vendégszeretetet, igazi falusi vendégszeretetet élvezhetünk itt a második hagyományőrző tóalmási falusi lakodalomba. És hát megérkezett a násznép, a nyiski babám az ajtóra, és hát már a finom falatokat, az előfalatokat kóstolhatják. Hát mi van ezen a tányéron? Fasírozott hurka. Fasírozott és hurka. Pogácsa. Pogácsa, ezzel várják a vendégeket. Igen. Hát igen. Akkor jó étvágyat kívánunk mindenkinek, mi pedig megyünk hátra, és megnézzük, hogy hogyan áll azért az esti lakoma készülete. Megyünk is hátra, úgyhogy én ezt azért mindjárt le is teszem, és akkor mi már jövünk is ide hátra, és megnézzük a készületeket, hogy hogyan is állunk. Azt mondja, hogy 1, 2, 3 óriás nagy kondérban fő itt a finomság, és hát mi már mindjárt jövök is ide Margitka nénihez, és mindjárt kérdezem is, hogy melyikben mi fő. Mi készül erre a hagyományos falusi lagzira? Tyúkusleves, falusi tyúkokból, tarhonya. Ez mihez készül a tarhonya? Disznópörkölthöz. Disznópörkölthöz. Ezek egyébként tipikusan hagyományos falusi lagzisétel? Igen. Például miért pont disznópörkölt? Például miért nem marhapörkölt, vagy miért nem valami? Hát, ez volt a faluba, voltak disznók, hízók, aztán abból voltak. A mostani vacsorát a falu apraja nagyja hozta össze, és egyébként minden házi, háztái? Hát igen, igen. Nagyon fontos ilyenkor. Mikor kezdték egyébként a reggeli készületeket? Mert hogy az én elképzeléseim szerint azért, hogyha egy falusi ragziról beszélünk, és a falusiak, a háziak készítik az ételt, akkor valószínűleg, hogy itt már nagyon korán kellett kezdeni. Hát mi kezdtük ezt ma csütörtökön, mert savanyút ma csütörtökön elkezdtük csinálni. Onnan az elejéről? Igen. Egészen az elejéről? Igen. A savanyút... Segítsek, kavarom én közben, aha, hogyha... Ne kavarja, nem bírja. Nem bírja. De azt gondolja, hogy nem tudom kavarni. Vannak ott melizmok olyanok, hogy álljon. Igen. Tudná, hogy kavarni. Na közben azért elmegyünk egy kicsit, hogyha átadjuk az úrnak egy kicsit kavarásra, át lehet adni neki? És ha. Akkor mi elmegyünk egy kicsit előre megnézni itt a finomságokat. Ez itt a hagyományos sertéspörkölt. Igen. Igen. Minden része benne van, vagy fontos az, hogy melyik része kerülhet csak bele? Csak comb. Tehát a legjava, a legfinomabb igen, benne. Igen. És ehhez készül a tarhonya. Igen. Igen. És akkor szerintem erre nagyon sokan kíváncsiak. Áj, de szép. Azt, amilyen szép színe van. És aztán ebben tényleg minden benne van. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani a nézőknek, hogy annyira sajnálom, hogy a kamerán keresztül nem tudom visszaadni azt az illatot, amit látok. Hát ebben tényleg aztán minden a taréhez, az a az egyik legfontosabb, azt meg is tudjuk mutatni, tehát tényleg minden benne van. Na hát közben mindjárt én... Ott a kukurigó. Hogy fordítsam? Láttuk. És minden házi tyúk, tehát ez a lényeg, hogy minden házilag készül. Közben visszajövök ide Margitkához, és gyorsan érdeklődöm, hogy gondolom, hogy nem ez az első lagzi, amiben azért részt vett és tevékenykedett. Hát nem az az első, de nem igen szoktunk mink lakodalomba menni. Csak így, ha a faluban van valami, akkor szoktunk segíteni. Ha a régi hagyományokat nézzük, akkor ez a hagyományos falusi lagzi, ez azért megpróbálja visszaadni azokat a régi lagzi hangulatokat? Tehát, hogy igen, ennek igen. A mintájára készül? Igen. Ott, hogyha 10-20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtti időszakot nézek, akkor ott is az volt, hogy már napokkal, hetekkel előtt elindult a készülőd, és hogy nézett az ki? Segítsen nekem egy kicsit, hogy úgy beleéljük magunkat, hogy akkor ez hogy nézett. Pénteken megkucoltak a tyúkokat, aztán hát akkor is volt kolbasz, hurka, de kevesebb helyen. Aztán másnap, ugye szombaton, akkor készült a pörkőt, a húsleves. Minden. És már reggel például már reggel. Azok a vendégek, akik reggel érkeztek, igen. Azok például mit ettek? Tehát azoknak is volt valami... Igen, a zúzza. Zúzzát ettek? Zúzza. Abból, igen. ami a levesnek a... Igen, abból zúzza pörkő, uh-huh. Nokedli van. Az egy erős reggeli. Hát igen. Végülis bírni kell ezt az egész napos trapát, nem? Hát igen.
Mindenféleképpen. Na hát itt úgy látom, hogy nagyon-nagyon mennek itt a munkálatok. Körülbelül mikorra lesz ez készen? Tehát úgy szinte frissen, mint amikor a vacsorát este vállalják. Fél hétkor lesz a vacsora. Hát előtte kész lesz, hogy jó fél óra, vagy jó óra, nem tudom majd. Ha készen lesz, azért becsatlakoznak a mulatozásba, nem? Már nem. Én azt mondom, hogy azért ez nem korhatáros, úgyhogy mulatozni mindenféleképpen kell. No hát így készülnek itt Tóálmáson a második hagyományőrző falusi lagzira, és hát most egy picit megpihen a násznép, aztán pedig jönnek a népi hagyományok és a játékok, aztán pedig a talpalá való, majd fél hét után jön a vacsora, és aztán a mulatozás hajnalig. Ezt a szép hagyományt próbáljuk most önöknek egy picit jobban bemutatni, nem sokára folytatjuk. Mondhatnám azt, hogy a legkisebbek elvitték a bulit, mert hogy a falusi lagzihoz hozzátartoznak a falusi hagyományőrző játékok is. Most éppen mi ez a játék, amit játszanak itt a lagzi kellős közepén? Ez a párna tánc, ami azt jelenti, hogy a lakodalomban, főleg a fiatalok körében volt igazán szokás, hogy a fiúk, lányok körbeálltak, és zenére a párnát elkezdték egymásnak átadni. És aki kiválasztotta a megfelelő párt, akkor egy puszit kellett adni a szőnyegre letérdelve. Igen. A feltétel az volt, hogy ne a párja legyen, ne a felesége legyen, és így lett kialakult. Tehát akkor ezt egy kicsit úgy érzem, hogy ez egy ilyen kis játék a párválasztása, és akár mondjuk egy lagziban egy ismerkedés is lehet a végén belőle. Valószínű, hogy régen ez volt a célja. Megalapozták a következő lagzit. Na beszéljük egy kicsit erről a nagyon kedves és jó hangulatú rendezvényről. Ez most már lassan hagyomány, és lehet azt mondani, hogy Tóalmás szeretne ezzel hagyományt teremteni. Mi volt a cél? Hát a cél mindenféleképpen az volt, hogy a falumúzeumunk udvarát megtöltsük élettel. Tehát ne csak a falumúzeumban tekintsék meg a régi eszközöket, bútorokat, egyebeket, hanem maga az egész ingatlan keljen életre. Úgy tud életre kelni, ha a régi szokásokat visszahozzuk. És hát az első a hagyományos falusi lakodalom, de szeretnénk ezt folytatni a tojásfestéssel, a húsvéti, különböző olyan alkalmakkal, mint a tojásfestés, a locsolkodás, vagy éppen nyáron a gyermekek ifjúsági táboroztatása. Szeretnék ebben mindent belekozni. Nagyon-nagyon sokan összejöttek erre a mulatságra. Van ennek egy jótékony célja is, azért szerintem ez fontos elmondani, azon kívül, hogy a falu apraja, nagyja, illetve a környék, és persze most már az egész ország megismerje, hogy ez a rendezvény van, és akár mondjuk egy fesztiválra is kinőheti magát. Így van, ez is elképzelhető, hogy azzá fog fejlődni. A célunk az elmúlt évben, a fő célunk, hogy akkor még csak a mennyasszonytánc bevételét az óvodások néptánc ruháira adjuk át, ez megtörtént. Meg is varták a kicsiknek, látták a kis néptánc ruhákat, ebben az évben pedig a Gerlice Néptánc Együttesnek szeretnénk ruhákat vásárolni a felajánlásokból. A felajánlás tulajdonképpen, mivel mindenki hivatalos, de valahogy szűkítenünk kellett a kört, hiszen ez a sátor 120 embernél többet így itt nem fogad be. Jövőre viszont már reméljük nagyobb lesz a sátor, meg a mulatság is, ahogy nézem. Éppen ezért a vacsoráért szedünk vacsora jegyet, és ezzel, aki a vacsorát elfogyasztja, Gerlice Néptánc Együttesünket támogatja. Azért ugye most már ott tartunk a menetben, hogy ugye megvolt a lánykérés, megérkeztek a vendégek. Ez most egy ilyen buli hangoló pihenő rész, ami tulajdonképpen rávezet bennünket az esti tényleg igazi lakodalmas hangulatot. Hogy fog ez kinézni? Hogy néz ki például az este menete? Hát az este az tulajdonképpen fél hétkor vacsorával fog folytatódni, és a vacsorát követően a középső asztal sort kivesszük a helyéről, és megtörténhet a lakodalmas mulatság, amikor már inkább a felnőttek, a gyerekek is szívesen táncolnak. Tehát az igazi hangulat akkor lesz, és körülbelül a vacsorát követően 10 óra környékén lesz egy mennyasszonytánc is, ahol mindenki a mennyasszonyt megtáncoltathatja, mint régen.
Hát alig tudtam szinte a legfiatalabbakat ide rángatni néhány szóra, mert hogy annyira táncoltak, de most is kezük, lábuk mozog, azt látom, viszont mindenki gyönyörű viseletben van. Viseletben, népviseletben? Melyik a helyeses? Ez a helyes, ez a népviselet, a fékető, ez a szövetszoknya, ami van, fekete kötény és akkor a fehér blúz. Ez az igazi népviselet. Van-e valamelyiknek, de látom azt, hogy van, akinek ilyen hímzés, olyan hímzés. A kötény ez csak mellékesen az van, ez nem. Ez tálalási kötényünk nekünk. Hát a lagziba tálalni kell mindenféleképpen. Kínálták a finom falatokat is, amikor megérkeztek. Ezeket például otthon saját kézzel. Ez mind kézzel készítettük, igen. Még most is? Még most is. Azt a mindenit, nagyon-nagyon szép. Van-e valamelyiknek, amelyiknek főkötőt mondott, amelyiknek különlegesebb neve van? Hát különlegesebben nincs. Ez az igazi hagyományos viselet. Igen. Fotoljanak már meg egy picit, hogy hagyd nézzük már meg ezeket. Nagyon-nagyon szépek. Egyik szebb, mint a másik. Na hát, köszönjük szépen! A fiatalok és az idősebbeknek a viselete között volt-e különbség? Hát nem nagyon volt. Nem? Igen? Nem? Na? Az idősebbek feketébe jártak. Ez a korosztály mind feketébe öltözött. Hát ez most itt... Hába jártak az idősebbek, az volt a megkülönböztetés. A fiatalok már fölvették a fehér húzt a templomba, vagy a ünnepére, vagy lakodalmakba, de az idősebbek azok sötétebb ruhába jártak. Most erről a falusi lagziról beszélünk egy kicsit, akkor ha úgy visszaidézik a régi emlékeket, a régi élményeket, akkor egy, majdnem, hogy ez egy hasonlít ahhoz a régi, igazi falusi lagzihoz, vagy kiben mit éleszt fel ez? Hasonlít végül is, csak akkor volt egy disztóvágás előtte pénteken, és akkor úgy készítettek mindent, hurkát, házivágású disznók voltak, és akkor úgy ugyanígy volt különben ez is. Előtte elmentünk segíteni már pénteken reggel, és vasárnap feküdtünk le. Addig egyfolytában dolgoztuk, igaz? Mindent közösen csináltuk. Hát akkor tulajdonképpen lehet majdnem azt mondani, hogy mire a lagzira került a sor, akkor már kicsit elfáradt. Nem baj, most is el vagyunk fáradva. Hát ez megmondom őszintén, hogy egyáltalán nem látszik, mert hogy az első perctől kezdve, ahogy ez az ajtó kinyílt, önök azonnal táncra perdültek. Aki dolgozott, az nem fáradt. Aki dolgozik, az nem fáradt. 8 óta itt vagyunk reggel óta. Este is késő mentünk haza. Hétfőn takarítottunk, úgyhogy... És ilyenkor meddig szokott tartani mondjuk a mulatcse? Eddig hangulat van. Kik szoktak zárni? Ki bírja a legjobban? Mink bírjuk. Addig vagyunk, még a zenész itt van. Hát akkor ez egy nagy kihívás lesz a zenészeknek, úgy érzem. Hát én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy vendégül láttak bennünket, és ezt a sok-sok hagyományt és szép dolgot megismerhettük közelebbről. És hát remélem, hogy ez a hagyományőrző rendezvény azért hosszú távon is megmarad, és tényleg már, ahogy mondtuk, ez hagyományteremtő lesz, és egyre nagyobb lesz a rendezvény. Mi még élünk, addig tartsuk a szereget összeszállt. Ez egy tökéletes végszó, már is mehetnek. Bírunk mozogni, addig tartsuk. Hát akkor nézzük azt a táncot, mulassanak, jó? Mi is megyünk tovább, Tolmás pedig várja önöket jövőre is, hagyományőrző lakszolat. Csárdás vagy? Bármi lehet, bármi! Mutatni már szinte fesztivált!